Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves szeglédiek! Amikor felvirad az új év első reggele, arra gondolunk, vajon mit hoz nekünk a jövő, mit várunk tőle, mit szeretnénk elérni, miben reménykedhetünk. A világon sok olyan dolog van, ami felett nincs hatalmunk, ám a döntés sokszor a mi kezünkben van. Mielőtt azonban a jövőről elmérkedünk, nem árt, ha egy pillanatra a mögöttünk hagyott esztendőre visszapillantunk, hisz Tamási Áron örökérvényű szavai helyzetre is érvényesek. Aki nem ismeri múltját, nem értheti a jelent, amely a jövőjének hordozója. Önkormányzati választások voltak az elmúlt esztendőben, melynek eredményeként, mint polgármester, most én szólhatok Önökhöz. Ismételten köszönöm az irányomban azóta is megnyilvánuló bizalmat, melynek igyekszem megfelelni. Az elmúlt 30 esztendőben, választási időszakokban hozzászokhattunk a hatalom bőkezűségéhez, amely különböző utalványok, nyugdíjprémiumok vagy felpörgetett beruházások formájában öltött testet. Városunkban sem volt ez másként, nem véletlen, hogy sokszor hallhattuk a polgároktól, kár, hogy nincs minden esztendőben választás. Az elvégzett beruházásokért köszönet illeti az előző vezetést a húz meg, erez meg sokszor felelőtlen politikájának utóbbi felén vagyunk túl, most a másik fele következik. Az öröklő determinizmusok miatt, azaz, hogy az elmúlt évek vállalat kötelezettségei és a jelen ismereténk szerinti szűkülő központi támogatások az önálló cselekvési lehetőségeinket jelentős mértékben beszűkítik, nem nézünk könnyű év elé. Nagyon nehéz lesz eldönteni, hogy az egészségügyre, a kultúrára, a szegények megsegítésére, különböző ünnepeinkre, sportra jusson-e több pénz, vagy utakat, járdákat építsünk, több lámpatestet helyezzünk-e ki. A folyamatban lévő, vagy előkészített beruházásokat természetesen be kell fejezni. Az elhúzódó kivitelezések a költségeket is megnövelik, melyek következtében tovább apadnak a források. A város jövőjét meghatározó kérdésekben mindenek előtt együtt együttműködést várok el a képviselőtestület minden tagjától. Nélkülük nem fog sikerülni. Nem szabad, hogy politikai játszmák szintere legyen a város. Az előttünk álló feladatok megoldásához Ceglét polgárainak segítő közreműködésére is számítok. Ezt a célt szolgálja a testületi ülések előtti állampolgári félóra, a havi két alkalommal tartandó polgármesteri fogadónap és a közeljövőben havi rendszerességgel megtartandó polgármesteri beszámoló. Azt eddig is megtapasztalhatták, hogy levél, írott vagy elektronikus, válasz nélkül nem marad, és mindenki előtt nyitva áll a polgármesteri iroda ajtaja. Tisztelt Szeglédi Honfitársaim! Pilinszki szavaival élve, szilveszterkor lépjük át az új év küszöbét, és az elmúlás szomorúságán átragyog az újrakezdés mosolya. Az újrakezdés sikerét állandó értékeink alapozhatják meg, melyek a keresztény hitben gyökereznek. Ilyen a szeretet, a tisztesség, az egymás megbecsülése, de összegzésképpen mondhatom, hogy a tíz parancsolat intelmei. Ez hívő és ateista számára is iránytű lehet. Ha ezek hatják át cselekedeteinket, a nehézségek ellenére sikeres esztendő elé nézünk. Ezen gondolatok jegyében kívánok a város minden lakójának sikerekben gazdag, áldott új esztendőt. Isten éltesse önöket!